Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap volt Krisztus király ünnepe, amiről ez már nyilvános adásba kerül, biztos, hogy elkezdődik advent, de ez egy ilyen átmeneti időszak, és azért vettem most ebbe a sorozatba, amit most már a reformációra való emlékezés után kezdtem, hogy a sola scriptura önmagában nem áll meg, mert maga a Szentírás is egy hosszú hagyománynak a végeredménye. Azért veszem újra, valamikor én ezeket tárgyaltam, és csak ilyen bevezető szinten vettem Máté, Márkot, Lukácsot, most azért veszem János evangélistát, mert János evangéliumában van az a rész, amikor ott áll Pilátus előtt Jézus, és így van, azt mondja, hogy az én országom nem innen való. Pilátus közbeszólt, tehát király vagy? Te mondod, hogy király vagyok, mondta Jézus. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. Ugye, és akkor innét is van ez a gondolat, hogy Jézus király, de nem olyan értelemben, mint a földi királyok. Na, és innét van a Krisztus király ünnepének az elnevezése. És ez a szakasz, amit most én az imént felolvastam, ez maradt meg legősibb módon a Szentírásból, az Új Szövetségből, a legrégibb időből. Mert az köztudott, hogy a Szentírásnak olyan eredeti példánya nincs, amit Máté, vagy Márk, vagy Lukács írt volna. Ezek már mindig másolatok voltak. De miután János evangéliuma a legkésőbbi, a századfordulón írták, és 30 év múlva Egyiptomban megtalálják ezt a szakaszt az úgynevezett Chester Beatty papíruson, és ott lehet olvasni, majd esetleg be lehet vetíteni, tehát egy ilyen foszlány ezt a részt tartalmazza, amikor Jézus Pilátussal beszél. Ez önmagában elgondolkodtató. Ha Szentírásnak a legkésőbbi könyve, amelyik az első század végén íródik, 30 év múlva ott van Egyiptomba, de úgy van ott Egyiptomba, hogy még akkor voltak ilyen fáraók, gyerekeik, meg minden, akiket bepójáltak. Ha valaki látta már őket, akár a Magyar Múzeumban, Nemzetmúzeumban, vagy esetleg kint, akkor látta, hogy ilyen leveles papíruszokban van benne. És ilyenről fejtették le. Most én nem tudom melyik fáraót, de lefejtették ezeket, és akkor elkezdték nézegetni, vizsgálgatni, és látták, hogy görög szöveg. Ők akkor azt nem sokba vették, keresztényeknek megvolt, de hát azok a Izis kultuszban élők nem sokba vették, szépen becsavarták vele az ő múmiájukat. Tehát a legkésőbbi már ilyen korai datálású. És amúgy, hát egyre jobban ugye részletek vannak a Szentírásból, és hogy mekkora nagy különbség van mondjuk az ókori irodalomnak egyes termékei és az első példány közül, elég csak egy Homéroszra gondolni, aki Krisztus előtt élt jóval, de az első példány Krisztus után 800-ból való Homérosz művéből. És senki még nem kérdőjelez, hogy azt Homérosz írta. Na most itt van ez a negyedik evangélium, ami nagyon sokáig roppant egyszerű módon volt helyére téve, hogy így mondjam. Azt mondták, még a legegyszerűbb ember is észrevette, ott a három úgynevezett szinoptikus evangélium, akik egyforma módon szemlélték Jézus történetét, Máté, Márk, Lukács, van egy kis különbség, de azért nagyjából egyforma, és ott van egy egészen elütő, más gondolatokat is előhozó, és más szemléletű evangélium, az meg azért volt, mert a János ért legtovább,
és amit ezek kihagytak, és ő már egyébként is annyit elmékedett és gondolkodott róla, hogy ezeket az elmékedéseket is leírta, és ugye a század végén, mivel ő volt a legfiatalabb az apostolok között, mindig a lányosan is ábrázolják, hogy Jézus mellett ott van, hát akkor ő akkor írta ezt is, ezzel mintegy kiegészítette a három evangélistát, és mivel nagyon mély gondolatai vannak, azért is úgy ábrázolják, mint a sas, aki magasról ugye nézi a nagy mindenséget, hát akkor ő a teológus. Ugye manapság sokaknak oda teszik a nevéhez, hogy teológus. Valójában teológust kettőt ismert az egyház. Szent János evangélistát és Nisszai Szent Gergelyre mondták, hogy a teológus. Most újabban mindenki teológus már, de akik ilyen klasszikus módon azok, az egyház ősi korai szakaszából ők voltak ketten. Na most ez az elmélet úgy szépen megült, és ezzel soha semmi gond nem volt. Ráadásul összeszedték a Szentírásból a rá vonatkozó helyeket, bár magába az evangéliumba úgy nincs benne, hogy János írta volna. Az elején ott van, hogy evangélium János szerint. De azt írhatták később is. De vannak ilyen, de nincs sehol benne, hogy ezt ő írta. De egyébként Márknál, Lukácsnál sincs úgy, hogy ezt én írtam, csak ezt úgy később megtudtuk a hagyomány által is. Most azt mondták ugye, hogy ő az a János, aki keresztelő Szent János tanítványa volt, és hát ő a Jakabnak a testvére, egy gazdag halásznak a fia, mert ott van az elején, hogy Betszajdában Jakab és Jánosnak a testvére, vagy ott vannak, mint testvérek, a Zebedeusnak a fiai, akinek még halász legényei is vannak, tehát egy módosabb ember, az anyja Szalóme, aki még rokonságban is van Jézussal, és ott van még a Jézus halálánál is, ott a bebalzsamozásnál is, ott van keresztelő János mellett, és akkor egyszer csak Jézushoz szegődik, kiválasztja Jézus, és ő mindig a három között van, Pétert, Jakabot, János, lehet látni, hogy ugye ezek fontos helyeken ott vannak, legyen a színeváltozás egye, legyen a Getsemáni kert, aztán hát a Szent Pál, amikor megtél a Saul, akkor megy a háromhoz, oda Jeruzsálembe, ők az apostolok, az egyház oszlopai, és akkor utána jön még a hagyomány, hogy nagyon sokáig élt, és Domitianus alatt elűzik Patmos szigetére, száműzésben van, ott megírja még pluszba a jelenések könyvét, nem végzik ki, de megfőzik olajba, akkor még olyan történetek is vannak, hogy ugye meg akarják mérgezni, de ő megáldja, méreg elmegy, és hát innét van a János napi borszentelés, és maga mellé veszi Efezusba a Szűz Máriát, és hát valószínű, hogy ott hal meg. Ez volt az, amit ugye a keresztény hagyomány őrzött, és ezt nem is kérdőjelezte meg senki, még azt is tudták, hogy eléggé hevülékeny természetű volt, mert Jézus ezt a két testvért, a Jakabot és a Jánost Boanergésznek, a Mennydörgés fiainak hívta, mert ezek úgy odavágták volna a Isten nyilát a szamaritánusok közé, nem akarták befogadni őket, aztán mondta, csapjon közébük az Isten nyila, mondta, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek, ugye, tehát ezt úgy, de ugyanakkor hűséges, mert ott van Jézus mellett a keresztnél is. Igen ám, csak hogy a 19. században egy nagy robbanás történt, és érdekes módon, amit én sokszor kiszoktam emelni, hogy pontosan a protestáns biblia kritika hozta azt ki, hogy az evangéliumok nem olyan datálások, és nem lehet úgy szorosan névhöz kötni, mint ahogy mi addig hittük, hanem jóval későbbi, és így tovább. Tehát na abban is benne van a hagyomány. Tehát érthető, hogy mit akarok én ebből kihozni, hogy nem csak az a kinyilatkoztatásnak a forrása, amit mi mondunk, hogy van a Szentírás, és aztán van a Szent Hagyomány, amit őrzünk, mert például a Szent Hagyomány az, hogy a vasárnapot kell ünnepelni, ez nincs benne a Bibliában. Így nincs benne. Csak az Úrnapját. Az sincs benne, hogy monogámnak kell lenni. Nincs benne.
Csak hűségesnek kell lenni, nincs benne, hogy monogámnak kell lenni. És sok minden nincs úgy benne a Bibliában, amit mi még tartunk. Az sincs benne, hogy Atya, Fiú, Szentlélek egy Isten három személybe. Nincs szent háromság, így ez a szó benne a Bibliában. És vallja a kereszténység 99%-a. Na most, tehát nem csak az, hogy van a Szentírás és külön még hagyomány, hanem épp azt hozták ki ezek a protestáns Biblia kutatók, hogy maga a Szentírás is hagyomány útján képződött. Mert nem az volt a cél, hogy valaki ott leül, és akkor minden tír utána gyorsan összerendezte egy életrajz formájában. Hanem az ige hirdetés, ezt így mondják görögösen, hogy a kérügma, az tovább-tovább adódott, és akkor a megfelelő egyházközségekbe eljuttatták azokat a fő szempontokat, amiket ők fontosnak tartottak. Ebből adódik az, hogy egy Máténál ott van a zsidókhoz írt evangélium, ami minduntalan utal arra. Lukásnál inkább a pogányok vannak előtérbe véve. Na most egy ilyen gondolkodással a legkeményebben megbombázták a János evangéliumát, azt mondták, először is, nincs benne az, hogy ő írta volna. Mindig csak valami tanítvány van emlegetve. Ott van a meghívás története, hogy megy ugye András és a másik tanítvány mennek Jézushoz. Ott is a tanítvány. Akkor más alkalommal is a Pilátus udvarába Péterrel bemegy a tanítvány, aki ismerőse, vagy a Kaifás udvarába ismerőse a főpapnak, a tanítvány. A végén is ott van, hogy a szeretett tanítvány. Hát most ki ez a tanítvány? Aztán, hát az is, hogy nem tudták, hogy pontosan, hogy kicsoda, és hogy én most nem olvasom föl, hiszen minden karácsony ünnepi miséjében ott van egy nagy filozófikus bevezetés, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, ismerős ez a rész. Ez még teljesen egy ilyen platóni, hellenisztikus filozófiának a konfrontálódása, vagy szembe találkozása az evangélium gondolataival, és azon belül fogalmazza meg Jézusnak a tanítását. Tehát nem úgy olyan egyszerűen, mint Márk vagy Lukács, hanem egy nagy teológiai okfejtés van a isteni létről, a világ mindenségről, és hogy ebbe belép az Isten, a Logosz, ami ott van Platónnál, de már ott van bizonyos fokig már a zsidó-görög gondolkodóknál is. Hát hogy van ez, ugye? Tehát, hogy tud egy ember ilyet írni, akiről ott van az, hogy amikor elfogják őket, ez már az apostolok cselekedetében van, és ott a helytartónál vannak, és a helytartó még csodálkozik, hogy ilyen tanulatlan, írástudatlan emberek, hát valamit tudtak írni, ugye, de most ilyen egyszerű halászlegények írnak ilyen nagy okfejtéseket, hát hogy van ez? És hát ugye jönnek, én most nem sorolom fel az egész ilyen neves biblikust, aki ennek neki esett ennek a gondolatnak. Hát volt a század elején egy katolikus pap, aki aztán kilépett, bizonyos Alfred Loisy. Francia volt, és hát ő annak idején sok mindenben kifogásolta a katolikus egyháznak a tanítását, így a modernista szellembe akarta megújítani, ezért ugye a 10. Szent Pius még az antimodernista esküt is elrendelte. Na most a Loisy az azt mondja, hogy hát valójában itt egy ilyen mitosszal állunk szembe, amiben majdnem minden ókori mesék vannak, hogy ezt így elolvassuk. Aztán jön egy Bultmann nevű, az egy nagy protestáns biblikus volt, aki azt mondja, hogy hát igen, itten vannak ilyen nagy mitoszok, amiket le kell fejteni, hogy megtaláljuk az igazi mondani valóját, de azért nem lehet itt mindent szó szerint érteni. És azt hiszem, őnála van ez a gondolat, hogy el kell jutni a második naivitásnak a történetére, vagy a helyzetébe. Mit ért ezen? Azt mondja, a primitív emberek, meg a gyerekek is, hát úgy képzelték el mondjuk a napkeleti bölcseket, ahogy látták a Betlehembe, hogy mennek a
bölcsek, ott megy előttük a csillaga, mit tudom én, a tevék, stb. Később aztán azt mondják, hát ez így nem is lehetett pontosan így, mert hát bizonyos földrajzi dolgoknak is ellentmond, meg minden. De hát, amikor valaki ezt így megérti, és ugyanakkor egy mélyebb gondolatra jut, hogy az Jézus a világ összes népéhez jön, ő a világ megváltója, minden, akkor egy második naivitással az ember nyugodtan mondhatja, hogy Gáspár Menyhér Boldizsár kiírhatja a házára, mert ugye tudjuk a mélyebb értelmét. Na most, hát ugye eljutottak odáig, hogy ezek ilyen mitoszok halmazai, amiket itt ír. Igen ám, hát de abban az időben kezdődött el nem csak az archeológia, hanem a biblia kutatásoknak egy mélyebb ismerete is, és hát volt egy ilyen ellenoldal is, bizonyos Lagrange atya, ez egy francia domonkos volt, aki Jeruzsálemben akkor létrehozott egy biblikus intézetet. Jó fölkészült ember volt, ismerte a keleti nyelveket, és ő azt mondotta, hogy maga a Szentföld is az evangéliumok sorába iktathatom, az ötödik evangélium, mert ha járott az ember, akkor azért mégis ráismer bizonyos részekre, és hogyha ott olvasom az evangéliumot, egészen más. És hát sok nyelvészeti, még másféle tudomány alapján eljutott oda, hogy valóban vannak olyan részei, amelyek szimbolizmussal, a kornak a szellemi eretnekségeivel küzdködnek, de azért alapvetően ez történeti hű, és ugyanakkor hát Jánostól származik, és ezt mondja egy angol Dodd nevű biblikus is, és hát pontosan ilyen dolgok, hogy ugye megtalálják ezt az egyiptomi papíruszt, akkor a Qumránt is felfedezik, annak a hátterét, amiben ugye rokon gondolatokra lehet találni, ilyen dualizmusra, a jónak és a gonosznak, a kettősségére, és még az se kizárt, hogy János evangélista is kapott belőle valamit, ha egyszer a keresztelő Szent János tanítványa volt a qumráni hatásokból. Tehát aztán olyan is, hogy a Qumrán által tudjuk jobban megmagyarázni a kettős húsvétot. Mi a kettős húsvét? Hogyha Máté, Márk, Lukácsot olvasom, akkor abban az van, hogy amikor Jézus a utolsó vacsorát tartja, akkor húsvét van. Úgy a többi zsidó is, mindenki egyszerre végzi a húsvét ünneplését. De János evangéliumában az van, hogy amikor Jézust keresztre feszítik, de utána vannak már a utolsó vacsorának, akkor készülnek a zsidók a húsvétra. Ugye már égnek a szombati fények, hogy van ez? És éppen egy mondjuk ilyen Qumrán hozta elő azt, hogy kétféle naptáruk is volt a zsidóknak. Volt napnaptár, meg holdnaptár is. És nem egyformán tartották az ünneplést. Máskor tartotta az egyszerű nép sokszor, mint maga a papi arisztokrácia. Hát ugye ma is, ha azt veszük, bár az csak naptárreform kérdése, az ortodoxia nem akkor tartja a húsvétot, karácsonyt, mint mi. Ugye, mert más számít, ők nem tértek át a Gergely naptára. Na most ezek is úgy kivilágosít, ki jöttek, előtérbe jöttek, és azt akkor, hát ugye a belső érvek, mert minden műnél, amit az emberek vizsgálnak, vagy a tudomány vizsgál, megnézi a belső érveket, és megnézi azt, hogy miféle külső érvek vannak, amelyek annak a könyvnek a létét igazolják, ahogy mi azt hiszük és tudjuk. Hát a belső érvekben is először is ez az ember, aki ezt írta, nagyon-nagyon ismerte a zsidó világot. Nem véletlen, hogy tiltakoznak a zsidók például ilyenek ellen, hogy mikor ott vannak a Pilátus udvarában, vére rajtunk és fiainkon. Ugye szerettek átkozódni. Nem véletlen, hogy azért a Jézus kitér arra, hogy így még majdnem ilyen önátkokat is szerettek. Aztán, hogy két tanú kell a hitelesítéshez. Aztán az, amikor leírja, hogy a Betesda fürdője
így van ennyi lépésre ide-oda. Tehát mikor itt a Szent Jánosnak a megállapítását hozzák az egyes földrajzi helyekről, akkor abból az kitetszik, hogy ez az ember ott volt. Mert ha most lemérjük lépésre, könyökre, ahogy akkor számoltak, ugyanannyi. Tehát egyrészt a földrajzi bizonyosság, aztán a szellemiség, hogy ismerte a zsidó gondolkodást, tehát nem olvasztotta föl a hellenisztikus világba. Ugye annak a világnak már nagyon sok ilyen eszmei hatása volt, keveredtek a görög, a római, a Ízisz, az egyiptomi eszmék, tehát nem olvadt föl, mert azért ott vannak benne a zsidó szellemiséget jól ismerő megállapítások. És hát talán mondjuk így röviden, ugye az van, hogy lehet ezt tagadni, hogy nem ő írta, de ha tagadjuk, akkor még több kérdőjel merül föl. Na most, hát mi a gond itten a későbbi egyházatyák közül, Polikárp, Irénaeusz, Papiász, Eusébius, nem mind ugyanazt írta. Polikárp, akit az egyháztörténet úgy tart számon, hogy fiatal korában ismerte még János evangélistát, ő pedig, hát az Irénaeuszt, aki később Lyon püspöke lett és 202-ben halt meg, mint tanítványát tanította. Na most ők azt mondják, hogy igen, egyértelműen János írta ezt. Viszont van egy ilyen Papiász nevű egyházatya, akit aztán az első nagy egyház történész bizonyos Cezáriai Eusébius, aki már nem csak egy kis eseményt, hanem az egész egyháznak a történetét próbálta megírni, az azt mondja a Papiász nyomán, hogy ha van egy János, aztán van egy szeretett tanítvány, bizonyos presbiter, és a jelenések könyvét, amit mi úgy tartunk számon, hogy szintén János tollából való, méghozzá Patmos szigetén írta, az már nem attól származik, hanem van a János evangélista, és van a presbiter, aki már beletódott ebbe is, és aki majd aztán a jelenések könyvét fogja megírni. Tehát, hogy ugye van egyrészt egy ilyen névtelen valaki benne, egy tanítvány, aki tanítvány volt, de nem apostol, aki nem föltétlen azonos mindig János evangélistával, és akkor ez a presbiter írja a jelenések könyvét. Aztán azt is észrevették, hogy ugye a János evangéliuma a 20. fejezettel lezárul, mert mikor arról szól, hogy megjelenik a tanítványoknak, aztán ott van Tamás, ismerjük a hitetlen Tamásnak a történetét, Tamás aztán megtér, én Uram, én Istenem, és akkor így fejeződik be a 20. fejezet. Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fiadja, hit által életetek legyen benne. Ez nagyon egy befejezés, ugye? Vége van, ezt a könyvet azért írták. És itten ugye a célja is benne van, egyébként már az elején ott van, mert már Keresztelő János is mondja, hogy Isten báránya, megtaláltuk a Messiást, tehát rámutat végül is az egész könyv céljára, hogy miért írta meg. Egy nagy bizonyíték annak, fölírt, hogy Jézus a Messiás, az Isten fia, hogy a hit által életetek legyen benne. Ezt ezért írták föl. Na, utána aztán még hozzátettek még egy fejezetet, ez volt a 21. Ez itt az a csodálatos halfogásnak a története, nem az, ami Jézus nyilvános életében volt, hanem utána még akkor sütkéreznek is a parton halakat.
Csak utána, miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől, Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram, felelte, tudod, hogy szeretlek. Ezt ismerjük, ezt a részt, Péter hitvallását, és mondja, hogy legeltesd juhanyat. És akkor van itt, hogy utána bizony-bizony mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De majd, ha megöregszel, kiterjeszted karod, és más fog felövezni, aztán oda-vissza, ahova nem akarod. És mondja, hát itt jön, e szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd hozzátette, kövess engem. Péter hátrafordult, és látta, hogy az a tanítvány, most sem mondja ki, az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán keblére hajolt, megkérdezte, Uram, ki árultál? Az követi. Amikor meglátta Péter, Jézushoz fordult. Hát vele mi lesz, Uram? Jézus így válaszolt. Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondold vele? Te kövess engem. Erre a testvérek között híre terjedt, hogy az a tanítvány nem hal meg. Yeah. És hát ez is egy ilyen meglepődése volt az ősítjának, hogy mégis meghalt, ugye János evangélista így volt, hogy nem várta meg Krisztus második eljövetelét. Ők nagyon koraira számítottak, ezért volt az, hogy ugye, Szent Pál azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, mert hát én is úgy olnék fel, azt mondanák, hogy hónap után vége a világnak, akkor most minek is csináljunk valamit. Ők is így voltak, hogy nagyon hamar vége lesz a világnak, most akkor várjunk, imádkozzunk, de ne csináljunk semmit. És akkor mondja Szent Pál, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. De, na most itt is ez volt, hogy az nem hal meg, mert megvárja, hogy Krisztus eljön másodjára. És utána azt akarom, hogy így maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Most megint van egy befejezés ennek a könyvnek, egyszerűen már befejezték. Ez a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett, és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ja, ez az a tanítvány. Ha azonban valaki mind le akarná írni, azt hiszem, annyi könyvet kellene írni, hogy a világ, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni. Így fejezi be. Itt is, hogy leírtesz a könyvet. Ugye hát ezért lehet, hogy most mi az a sok könyv, ami nem férne bele Jézus történetébe. Most nyitottam, vagy én is ott voltam a megnyitásán a Kolocsai könyvtár áthelyezésének, és hát ezt a részt idéztem. Hogy ugye a Biblia ezt mondja, mondom, hogy van ez? Mi nem úgy vagyunk, mint a Omar Kalifa volt az Alexandriai Egyetemmel, hogy ha benne van a Koránba, amit ezek írtak, akkor minek? Ott a Koránba. Ha meg nincs benne, akkor még veszélyes tanítás, azért kőfőgyújtani. Mondom, mi nem így vagyunk, mi megbecsüljük a könyvet, egyébként is a Biblia annyit jelent, hogy könyv, és ha egyszer igaz az, amit Pilinszky mond, hogy minden nagy könyv, az evangélium átirata, amiben gondolatok vannak, akkor talán igaz lehet, hogy nem tudná befogadni a világ összes könyvese azt, amit Jézus mondott, mert minden nagy könyv, ami eszmeiségében, szellemiségében az igazsághoz, a széphez, a jóhoz közelít, az valamiképpen a Bibliának egy átirata. Tehát akkor még ezt is így el lehet mondani. Ugye, tehát itt látjuk azt, hogy volt egy újabb toldás hozzá, ez a bizonyos 21. fejezet. Most azt lehet, hogy ez a bizonyos János presbiter írta. Most az ókorban nem úgy értették a plagizálást, mint ma. Nem bukott volna meg akkor a római császár, hogyha írt volna valamit, és később kiderül, hogy azt Homérosz írta, vagy mondjuk Cicero. Nem így nem bukott volna meg, mert szabadon át lehetett vinni, és tovább lehetett gondolni. Még a Balassi korában is azért voltak a rímfejes versek, hogy mikor valaki összeolvasta az első sorokat, akkor kijött Balassi Bálintnak a neve.
így védekeztek az ellen, hogy egy verset szépen áttegyenek a másikra. Hát Pázmány imádságait protestáns imakönyvek átvették. Tehát nem amit mondjuk Szűz Máriáról írt, hanem amit az Atyaistenhez, a jó halálé, ami a protestáns teológiába is beleillik, szépen átvették és kiadták, mintha övék lenne. Tehát közel sem volt az a fajta írásvédelem, mint most. Ennél fogva Jánosnak volt egy iskolája, ha így vesszük. Tehát akik abban a szellemiségben írtak, és tehát valószínűleg, hogy ugye a János evangélistának a gondolatvilága, aki leghosszabban és legtovább élt, az van benne, de hogy aztán ugye a keresztény nép hozzáért, vagy az a bizonyos Ján, az a presbiter, aki tanítvány lehet, de nem közvetlen apostol, így érthető, de azért alapvetően mégiscsak Jánostól származik ez a mű. És ezt ugye nagyon sokan a Papiász kivételével ezt megerősítették, méghozzá a II.-III. Században már, hogy ez János evangéliuma. Irénaeus is, vagy van az úgynevezett murátori töredék. Volt egy ilyen nyomozó, nem egy ilyen kutató ember, a milánói könyvtár, egy bizonyos murátori, és talált egy listát, amiben benne van a legkorábbi kánon. Tehát azok a könyveknek a sora, amit mi szentírásinak tartunk. És abban már benne van, úgyhogy János írta a 4. evangéliumot. Tehát nagyon korán volt ez a hagyomány képződés, ami ezt bizonyította, hogy Jánosra vezetik vissza. Még ha van is benne olyan rész, amit hát nehéz nekünk megmagyarázni. És azt is láthatjuk, hogy János evangélista, miután ő keresztelő Szent János tanítványa volt, az ő tanúságtételét folytatja. Mert keresztelő Szent János előről, még Jézus előtt mondta azt, hogy íme az Isten báránya, ő a Messiás. Ő még utólag azoknak a tényeknek és tanításoknak az ismeretében, amit Jézus mellett megélt. Utána ezt a tanúság tevést folytatja. És hát megvan neki a célja vele, hogy miért írja ezt. Ugyanis a könyve az nagyon határozott céllal íródott, és a szerkezete azt lehetne mondani, hogy Jézusnak a nagy útjaihoz kapcsolódik, hogy hányszor ment föl Jeruzsálembe, így lehet a szerkezetét összeállítani. És János evangéliumából tudjuk, hogy körülbelül 3 évig tanított Jézus. Mert honnét tudjuk? Nincs így benne a Szentírásban. Csak összeadják a húsvétokat, hogy mikor ment föl húsvétre, meg utána mikor ment föl. Körülbelül 3 év lehetett az, amíg Jézus nyilvános működését folytatta, és hát ebben már benne van az első századnak a eretnekségeire való utalás és velük való küzdelem. Már akkor az első század tele volt ilyen gnoszticizmussal, ez szó szerint annyit jelent, hogy ilyen ismeret átadás, illetve olyan fajta eretnekség volt, aki mindenre választ tudott adni. Ma is vannak ugye ilyenek, hogy ők mindent megmagyaráznak, mindenre választ fognak adni vallási alapon. És hát ebben nagyon súlyos deformációk voltak. Ez volt a gnoszticizmus. Aztán volt a doketizmus, ami annyit jelentett, hogy Jézus csak a látszatember volt. Ő valójában Isten fia volt, de csak egy látszatteste volt neki. Aztán voltak olyanok, hogy olyan eretnekségek, hogy hát később töltötte el az Isten lelke. Először csak ember volt, aztán később eltelítette őt. És ebben a korban már ugye nagy küzdelem volt a keresztelő Szent János megmaradt tanítványai és a Jézus tanítványai között. Mert a keresztelő Szent János tanítványai azt állították, hogy hát az a nagyobb, aki megkereszteli a másikat.
Ha pedig Jézus odament keresztelkedni Keresztelő Jánoshoz, akkor ő a nagyobb. És őt kell nekünk elfogadni igazi vallás alapítónak. De a keresztény tanítványok meg azt mondták, hogy ő csak előfutár volt. És ugye ő ezt kifejti, János evangélista, hogy keresztelő, nem ő volt a világosság. Ő csak utat készített. Nem ő az, akiről ugye világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Tehát nem ő volt a világosság. És aztán hát a célja az, hogy bebizonyítani, hogy Jézus a Messiás, Jézus az Isten fia, és azt, hogy Jézus az örök életnek a szerzője. És olyan beszélgetésekbe, amit egyedül csak János evangélista őrzött meg, gondolok itt egy Nikodémussal történt beszélgetésre, a Szamária asszonnyal történt beszélgetésre. Ebben mindig ez van benne, hogy Jézus Krisztusnak a messiási voltát, az Isten fia voltát, ezt ki kell emelni. Mert ugye ott ismerős a Nikodémussal való beszélgetés, hogy hát oda megy valaki, hogy hát hogy születhet újjá valaki, hogyha már egyszer megöregedett. És akkor mondja, hogy vízből és szent lélekből kell neked újjá születni, nem testi mi voltodba. És tehát ugye talán a legszebb mondata, ezt ennyire egyértelműen megjelölni nem lehet, mert amikor valaki szentképre jelmondatot ír, akkor neki éppen az a legszebb. Ugye, de hogyha általánosságba vesszük, itt a János 3.16-ban ugye a Szamária, vagy a Nikodémusnak mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy mindez, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akkor itt még részletezi is, hogy nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvösséget szerezzen. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá. Aki azonban nem hisz, már ítéletet von magára, mert nem hitt az Isten egyszülött fiába. Az ítélet, ugye az, hogy a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mert sötétek, gonoszak voltak. És ugyanígy a szamariai asszonnyal, aki ott a kútnál ül, annak is, hogy nagyszerű dolgokat fejt ki, hogy lélekben és igazságban kell imádni, és arra a vízre kell törekedni, amit ő ad nekünk. Tehát itt már tele-tele van szimbolikával. Az egy ugye nagy rejtélye ennek az evangéliumnak, hogy mind a három evangélista részleteiben leírja az utolsó vacsorának a történését. De Jánosnál még nincs, csak ekkor adta szeretetének a legnagyobb jelét, és kész. Ennyi az egész. Viszont a legnagyobb beszédet fűzi hozzá, akár csak a csodálatos kenyérszaporításkor az eukarisztiához, ott rögtön átmegy az élet kenyerének a gondolatába, vagy az utolsó vacsorán ilyen nagy imádságok vannak. Hát ez is fejtörést okozott, hogy vajon miért maradhatott ez ki? Hogy azért, mert már annyira közismert dolog volt, amit már éltek is a keresztények így minden kenyértörés alkalmával? Vagy vonatkozott rá az, amit Jézus Máté evangéliumában mondta, hogy ne vessetek a disznók elé gyöngyöket, ez volt az úgynevezett disziplína arkáni, a titoktartás, hogy ne mondjuk el, és ugye ennek őrzi emlékét a ortodox liturgia, aki járt már rajta, az tudja, emlékszik rá, hogy van egy ilyen rész, hogy katekumenek távozzatok, a meg nem keresztelteknek ki kellett menni az áldozati részből, amikor is az utolsó vacsora szavait ismételték meg, hogy ezért, hogy ez a könyv eljut többekhez, hogy ne az legyen, hogy
ilyen avatatlan vagy hozzá nem értő embereknek a kezébe jusson, és akkor kihagyja, hanem csak inkább ott van az a nagy elmékedés, amikor imádkozik önmagáért, az egyházért, Péterért, és ugye a utolsó vacsora nagy elmékedése Jézus önátadásáról. Tehát ezek is kérdésessé tesznek sok mindent János evangéliumával kapcsolatban. Az azonban bizonyos, hogy ez az evangélium az, ami a későbbi teológiáknak megvetette az alapját. Mert lehet azt mondani, hogy ők, a szinoptikusok visszaemlékeztek Jézusra. Ortega y Gasset, spanyol filozófus mondja, hogy amíg Péter visszaemlékezett Jézus tetteire, még ilyenre is, hogy kispárnán alszik a csónakba, és azt leírják, abból lett az evangélium. De Pál, és hát előzőleg meg ugye János, gondolkodott rajta, hogy mi is volt, hogy is volt, összevetette nem csak a Szentírás többi helyével, hanem a kor szellemiségével, és ebből lett a teológia. Az Istenről szóló tudomány és a beszéd. Tehát azért is mondják teológusnak Szent János evangélistát, mert ebből a könyvéből egyértelműen kitetszik az, hogy ő ezt sokszorosan átgondolta, átelmékedte, hogy mi történt, amikor Jézus nyilvános működése alatt mondott és tett, és az egyes tetteinek a mélyére ment, gondolkodott annak összefüggésein a Szentírás más részeivel, és azon, hogy ez az üdvösség történetének a kibontásában hogy ért a csúcsra. Mert ez lett aztán az idők teljessége. Ugye benne van ott a János evangéliumának az elején, hogy ő akkor jött el, amikor hát az idők teljessége volt. Ez nem azt jelenti, hogy utána nem volt idő, hanem eljutott arra a magaslatra a kinyilatkoztatás, hogy Isten mindent elmondott az embernek, amit elmondhatott. Ugye? Tehát kezdetben volt az ige utalás a Teremtés könyvére, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És akkor itt ugye folytatja, hogy ebben a dicsőségben nekünk is részünk lehet, amit ő megélt a mennyei atya világában. Tehát ez már tiszta teológia itt az elején, és azt mondja, hogy azért jött, hogy tanúságot kell már keresztelő Jánosnak, de még inkább János evangélistának tanúságot kellett tenni Jézusról. Hát az egyházi hagyomány nyomán is vallhatjuk nyugodtan, hogy János az alapvető szerző, még ha mások hozzá is írtak, és ugyanígy el lehet mondani, hát hogy a Jelenések könyvében is egy ilyen alapgondolat biztos, hogy Jánostól származik. Hát ez is bizonyítja azt, hogy a sola scriptura, egyedül a Szentírás így teljesedik ki, hogy amit az Isten átadott, azt a Szentlélek hatására az apostolok tovább gondolták, megformázták, és hát a keresztény népnek így lett a közkincse. És hát ez a folyamat olyan szempontból nem szűnt meg, hogy aki kezébe veszi a Szentírást, és egy részt tovább gondol, és főként magára alkalmazza, akkor épp ezt a feladatot, ezt a jánosi munkát folytatja, hogy az Isten igéje, aki a világba lépett, az belép az ő szívébe, és ott is kifejti hatását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen! Kicsit elhúzódtunk, de hát mindegy.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.